Sziasztok! Sziasztok! Ez itt az Access Point 2021-es Wi-Fi tesztjének a harmadik része. Ezen a áttértünk a Ubiquiti termékeire, mert hogy ugye ez a gyártó is már jelentkezett a piacon a Wi-Fi 6-os Access és az első rész a Ubiquiti-t felülelő sorozatból az LR-rel fog foglalkozni, pontosabban U6 LR. Ez az AP, ez 4x4-es, 2 gigán és 4, 5 gigán is. És ami még érdekessége, hogy szakítva a korábbi hagyományokkal, az LRAP egy jóval nagyobb házba költözött, mint az Wi-Fi 5-ös ap esetén lakott, mert hogy itt valójában LRS lesz ez az AP. Tehát ha valaki találkozott a korábbi szériának a HD, SHD szériájával, akkor azt tudhatja, hogy ez az AP mekkora, mert pont azt a házat kapta meg, mint a HDS-HD. Ebből adódnak az antennák is, mert hogy itt egy 5 gigán 5 decibelles, 2 gigán pedig mennyi is? 4. Pedig? 4. És 5 gigán olyan 5 és fél. Igen, 5 gigán 5 és fél pontosabban, <laughs> tehát egy egész jó nyerességgel rendelkező antenna csoportot találunk az AP belsejében, amivel ez az AP valóban LRS lesz, ami ugye a long range-re utal, tehát nagyobb lefedést kínáló access point gyengeségei között mit sorolnánk föl? Semmit. Ó, oh, de hogy nem. Kettő négyen, csak ennes a rádió, míg a korábbi kambiumos ap tehát az XV2 és 3, ezek mind kettő en is Wi-Fi 6-os támogatást élveznek. A jelenlegi Ubiquiti lineup, tehát az LR és a Lite, ezek sajnos 2-4-en csak ennes rádiót tartalmaznak. Ez igaz. Ezen kívül még egy pont van, ahol nem tettek meg mindent a Ubiquiti mérnökök, ez pedig a Lamport gigabites lamportot kaptunk a Lightba is, meg az lr is, egyet-egyet, tehát uh, itt a gigabit fölötti teljesítményekről nem is álmodhatunk, holott rádiós léjeren erre lenne mód, mert a 4x4-es 5 gigás AX-es rádió az tudhat többet, mint gigabit. A mérés az ugyanúgy zajlott ennél a rádiónál is, mint a XV2-XV3-nál, tehát egy Synology szervert helyeztünk el, 10 gigabites lamportra, rátettük egy családon belüli egy switch switchre, egy Poe switchre, ami akár 10 gigabites port is volt, de értem szerint csak gigabit talált össze, és ezen keresztül hajtottuk meg az eszközt egy MacBook-kal, egy iPhone-nal, illetve egy Asus géppel. Így van, egyébként ennek a bővebb bemutatását ezen sorozat első részénél, epizódjánál végig tudjátok nézni, hogy pontosan hogyan működik a történet. A lényeg, hogy egy iPerfes mérés, ami ad egy adott sávszélességet, a mérési helyszínünk adott pontjain mért sebességeket a végén összeadogatjuk, fel- és letöltés irányban, és ebből csinálunk egy pontszámot, amit az AP megkap. Így összehasonlíthatóvá válnak, legalábbis ezen laborteszt eredményei alapján a Wi-Fi 6-os AP-k, melyeket ebben a sorozatban felölelünk. Illetve a Wi-Fi 6-os ap a lefedettség, illetve a sáv szélessége, képessége. Így, így. Oké, okay. akkor referenciaértékek. Mit mértünk az UniFi 6 LR-rel a referenciakártyáinkkal? Ha megnézzük, akkor ö, érdekeset mértünk. AX esetén jobb eredményt értünk el, mint például a Cambium XV2-nél, itt 947 megabites letöltési sebességet is elértünk, ac ban viszont gyengébbet értünk el, mint az XV2-nél. Ennek ugye az lehet az oka, hogy AX-ben 160 MHz- tud az LR, míg az XV2 csak 80 uh -huh. tudott. Míg az XV3-nál mindkét esetben gigabit fölött tudtunk AX-szal mérni. Igen, oké. Okay. Akkor uh, szerintem ne is húzzuk az időt, kezdjük el elemezgetni a mért értékeinket. Tehát kezdjünk az iPhone-nal, követve a korábbi részeknek a kronológiáját. Az RRS AP-val mit mértünk, Peti? Hol látsz érdekes pontokat? Megnézzük, az egyes pont az már rögtön egy érdekes pont, hogy 2,4 GHz-en csatlakozott fel az iPhone, illetve a 7-es ponttól. Aha, a tovább... 7 pont, 7 8-es, 9-esben mm -hmm. már 2,4-en volt, sőt a 10-esen is, a 10-es pontban is 2,4-en volt. Tehát igazából ebben egy kicsit rosszabbul teljesít, mint a korábbi AP-k, mert volt, ahol 5 gigán uh -huh. tudott maradni a 7-es pontban is, meg az egyes pontban is az iPhone. De ettől függetlenül egész jó értékek is kijöttek, tehát a 2 pontban például 715 per 591 a mért értékünk. Na, az egy elég szép eredmény, kétszer kettőn mérünk iPhone esetén, de a hármas pontban is 300-500 megák, négyes pontban is 500 körüli eredményeink vannak. Ami érdekes egyébként, hogy egy fal annyira nem hatja meg, tehát a négyes és ötös mm. pontban viszonylag hasonlatos eredmények jöttek ki. Tehát általánosságban az elmondható, hogy nagyjából egy falig teljesen jó értéket 5 ghz hercet látunk, és több száz megabit átteresztő képessége van. Kivéve, hogyha az a fal üvegből van, mert akkor ott jobban csökken a sávszélességünk. Mm -hmm. Ugye hát a 715 VS 360 azért az kevesebb, mint a fele. Hát igen. Hát ez nagyjából ezzel a uh -huh. Igen, ez körülbelül ugyanaz a mérési eredmény, mint a hatos pontban. Igen. Ugyanazt mutatta egy üvegfalon túl, mint... Egy téglafalon. Mint egy téglafalon, de itt a 5, 4 és 5-ösnél ez érdekes, hogy ott viszont nagyon hasonlatosak hát, volt. van egy dupla távolság is azért a kettő. Igen, ez igaz. ez igaz. Ez egy jóval nagyobb hát. szoba. Tehát általánosságban elmondható, hogy nagyjából olyan egy falig még 5 GHz-en nagyon jó teljesít, Viszont 2-4-en is még azért elboldogul egy néhány válaszfalon keresztül. Igen. És egyébként mindenhol, ahol 2-4-re, azaz N-re kapcsolt a kliensünk, uh -huh. ott is egész jó értékek maradtak meg. Tehát a legrosszabb pontban is 30, meg a, sőt a tízes pontban 40-50 csinálni, azért nagyon szép eredmény az iPhone kliens képességeit figyelembe véve. Tehát egy FaceTime-ra még tökéletes 2-4-en is. Igen. De Méghozzá szóval. elég elég bajos környezetben is. Tehát azt De. kell mondani, hogy az LR beáltotta hozzá fűzött reményeket, mert valóban long range bír. Oké, okay. következő kliensünk az a MacBook Pro 3x3-as, viszont csak AC-s klienssel szerelve. Na nézzük, a MacBook-ot, ha összehasonlítjuk, akkor itt érdekes pontnak, ö azt vetném fel, hogy lényegében majdnem mindenhol 5 gigán csatlakozott fel, és a távolabbi pontokon is még több mint 100 megabitet képes volt elérni, mind feltöltés, mind letöltés irányban. Egyedül a 10 pont volt, ami kicsit gyengékedett a MacBook, ahol 31 per 10 megabitet sikerült elérni, ami kicsit gyengécske, és érdekes módon kevesebb, mint egy iPhone-nal, ezt nem tudom minek köszönhetjük, lehet a csillagok állásának. De... Igen, a wifi az voodoo, ne felejtsük el. A wifi az voodoo, igen. Viszont olyan magas értékek sem születhettek, mint iPhone esetén egyébként AX-ben. Ugye ott azért többet tudott a kettes pontban jóval, mint a MacBook korábbi generációs wifi szabványt kihasználva. Viszont egy elég szép egyenletes 400 Mega körüli teljesítményt hozott. Konkrétan 2 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os pontban, ami azt jelenti, hogy azért ez egy elég jól használható AP lesz, hogyha laptopokra uh -huh. euh, építünk hálózatot, de azért a 7-es, 8-es, 9-es pontban is mindenhol 100 a fölött vagyunk. Sőt, a 8-as pontban 284 megát is értünk el. Nagyon jó lefedettséget csinál ez az AP. nagyon Long -range. Nagy, Igen, ezért Long -range, A nagy antennáinak köszönhetően, a 4x4-es kialakításának köszönhetően, itt ugye a kliens is 3x3-as, tehát hogy Valószínűleg a, ha nem is használta mind a három csényt egyszerre, mert nem láttunk olyan elméleti sávszélségeket, amit a laptop kimutatott, ami arra utalt volna, hogy 3 x megy, de ettől függetlenül várhatóan ugye a három csémből a két, kettő jobbat használta mindig, mert ugye ez jellemzően azért le van programozva az ilyen klienseknél. Szóval jól vette a bonyolult helyzeteket a, a kliens, meg az AP, és itt kiemelném az egyes pontot. 237 per 190 mega. Ez nagyon szép. Kettő darab 30-as téglafal után. Igen, ugye ott egymás mellett van két főfal. De a 11-es pont 136 per 96 mega, az is csodás eredmény. Ez egy jó AP közép kategóriában, ugye, ami, ami befolyásolja ennek a teljesítményt, az lényegében a gigabites portja, meg a klienseknek a képességei. De hát a kliens képességei az ugye a következőnél fognak kiderülni igazán. Nézzük, mit csinált a G14-es csoda notebookkal. G14-es laptoppal, még a MacBookhoz is képes szerintem egy kicsivel jobb eredményt értünk el, de hát ez várható is volt, ugye már ebben már AX-es chipset van. Itt uh, volt olyan pontunk, hogy több mint 900 megabitet értünk el, és még a 9-es pontban is 280 per 320 megabit, azért az szerintem nem rossz. Igen, jegyezzük meg, hogy a 2-es pont 936 megabitje, az már a lamportnak a áteresztő képessége. Uh -huh. Tehát hogy itt, itt van az a pont, ahol nem tudunk többet kiszedni a rádióból, mint amit tudna, mert limitál a lamportunk. És ez lesz majd a hátránya az elernek, mert ugye ez még csak kétszer x hajtottuk ki, és az LR pedig 4x4-es rádióval rendelkezik. Igen. Tehát, hogyha még fejlettebb kliensek, vagy esetleg ö, a Következő részekben, amikor több klienses vagy mumájmó tesztet végzünk, ott ez komolyabb limitáló tényező lesz, mint, mint most még csak egy kliensnél. Bizony. De ettől függetlenül 500 megát mérni az egyes pontban, az wow faktor. Azt kell, hogy mondjam. Meg egy téglafal plusz két karton után is felletöltés 500 megabit felett. Igen. A 9-es pontnál megint ott vagyunk, hogy 280 per 330 megabit, az gyönyörű eredmény. Egyedül a 10-es ponton gyengélkedett a 29 per 67 megabittel, de hát 2-4, az 2-4. Érdekes, hogy itt az iPhone többet hozott. Igen. Jó, oké, akkor ezen is túl vagyunk. Peti, hány pontot kapott az UniFi 6LR? UniFi 6LR, ha összehasonlítjuk a letöltést és a feltöltést, összeadjuk őket, akkor 715 pontot ért el nálunk. 715 pont. Mire volt ez elég a jelenlegi versenyben? A XV2-t azt úgy néz ki, hogy legyőzte Wi-Fi tekintetében, ugye ennek 689 pontot kapott az XV2, viszont az XV3-at azt nem sikerült. Igen, őnek neki 1015, 1015 pontja van. Azért az egy komolyabb dolog. Hát egyébként biztos, hogy több pontot zsebelhetett volna be, hogyha a lamportja nagyobb, bár az is igaz, hogy csak két pontban láttunk limitációt, tehát hogy a kettes, meg azt hiszem az ötös pontban, ahol ugye közvetlenül az ápi alatt van, ott tudott volna többet hozni. Meg kettő négyen ugye nem ax -es. Így van, igen. No mindegy, ettől függetlenül az egy érdekes dolog, hogy az XV2-t éppen hogy túlszárnyalja, annak ellenére, hogy az egy kétszer kettő, kettő négyen öt gigán. És még továbbá nagyon fontos megemlíteni, hogy a Unifi U6 LR az viszont 160 MHz-et is tud 5 viszont az XV2 ugye 80 mhz is teljesítette ugyanezt. Uh -huh. Tehát a hasonlatos pontszámot úgy csinálta meg az XV2, hogy csak kétszer kettes, mindkét rádióján, valamint dupla akkora rastert tud támogatni. Amit egyébként hozzátenném, hogy csak a laptop esetén tudunk Jö. kihasználni. Igen. Igen. Jó, oké, okay. egyébként ha már árakról is akarunk beszélni, amit egyébként kérdésekre válaszolva, Azért nem akarunk feltétlenül nagyon árakat behozni a képletbe, mert uh, itt még jó pár gyártó lesz, és nagyon nehéz összehasonlítani őket, mert projekt mérettől függően más árazást kap ugye az adott vevő, attól függ, hogy hányat vesz adott ap -ból. és addig, amíg a Ubiquiti-nél nincsenek nagy kedvezmények, addig a más gyártóknál meg teljesen változó, hogy most éppen 80% kedvezményt ad, vagy 60-at, vagy 50-et, vagy 30-at, ezért én azt javaslom, hogy mindenki nézzen utána kiválasztott AP-nak, hogy éppen milyen projektet mennyiből lehet megvalósítani, de azért valahol ilyen összehasonlíthatóság érdekében azt érdemes mondani, hogy az XV2 az körülbelül azonos árban van, mint az LR, jól mondom? Talán egy picit... Projektárban, igen. Projektárban, igen. Igen, igen, igen. igen. De hogyha egyesi, egyesével nézed az árakat, akkor viszont nem. Akkor az LR olcsóbb, igen. igen. Így van. Jó, ez volt az Unifi 6 LR. Köszönjük, hogy végignéztétek. Iratkozzatok fel a csatornánkra, és nem maradjatok le a további részekről, mert a következő héten az Unifi 6 Lite-ot fogjuk tesztelni. Ennek a kistesóját. Sziasztok! Sziasztok!